A 7 éve sikeres egészségügyi program folytatásaként szeptember 17-én szombaton Kistarcsára érkezik az Egészségváros elnevezésű jótékonysági akcióval összekötött országos szűrőprogram, melyet a Richter Gedeon Enyerté indított útjára. Az Egészségváros program sorozat keretében eddig 50 helyszínen a Richter alapfelajánlását 124 ezer résztvevő összesen 125 millió forinttal egészítette ki, pusztán azzal, hogy részt vett az egészségügyi szűrővizsgálatokon, előadásokon vagy tanácsadásokon, így az 50 kórház összesen 225 millió forint támogatást kapott a gyógyszergyártótól a helyi lakosság egészsége érdekében tett lépéseinek eredményeképpen. Mit tapasztalsz, mennyire tudatosak az emberek a szűrési vizsgálatokkal kapcsolatosan, hogy még mindig fontos felhívni rá, akár a várólisták vagy egyéb dolgok miatt nem mennek el, nincs rá idejük? Hát a várólista az biztos benne van, de azt szomorúan el kell, hogy mondjam neked, hogy ez egyébként Európában máshol is van. Tehát a várólista az állami szektorban, az Angliában is óriási, és ott is várnak. De ha az ember tudja, hogy egy évben háromszor el kell mennie, mondjuk a legfontosabb dolgokat megcsinálni, akkor ezt azért be lehet programozni. Tehát itt nem arról van szó, hogy ha holnap akarok elmenni, lehet, hogy nem tudok. De ha bejelentkezem, és tudom, hogy mondjuk egy éven belül meg kell csinálnom, akkor azért az ember azért sorra kerül. Az eddigi programokon 102 ezer szűrést végeztek el a szakemberek, amelyből 22 ezer esetben figyelmeztető értékeket mértek. Mi azt látjuk, hogy ennek a programnak abszolút van létjogosultsága, nagyon nagy az érdeklődés, sőt azt lehet mondani, hogy talán évről évre egyre nagyobb, ahogy a programnak az ismertsége is egyre nagyobb évről évre. Egy egészségváros rendezvényen 3 vagy akár még több mint 5000 ember is megfordul, mind a kettőre volt már példa. És hogyha egy kis epidemiológiát akarunk csinálni vagy készíteni, akkor azt látjuk, hogy nagyon indokolt a program, mert a szűrésen résztvevők durván több mint 50%-ánál szoktunk találni figyelmeztető eredményeket, olyan eredményeket, amelyek indokolják, hogy az egyén utána háziorvosi vagy a szakorvosi ellátás keretében valami fajta kezelést kapjon. 2016. szeptember 17-én Kistarcsán a Csigaház melletti téren szórakoztató családi programok mellett a látogatók ingyenes szűrővizsgálatokon, tanácsadásokon vehetnek részt. Mit tudhatunk, miért tartott fontosnak, hogy csatlakoztál ehhez a Richter egészségnaphoz? Hát egyrészt nagy híve vagyok a prevenciónak, tehát én magam, mint ezt el is mondtam, már elég rendszeresen járok szűrővizsgálatokra, egyszerűen azért, mert felszabadít, hogyha kijövök és semmi bajom nincs, tehát én mindenkit inkább erre biztatnék, másrészt nagyon jó csapat van itt. Harmadrészt én borzasztó fontosnak találom, hogy egy város saját maga is tegyen azért, hogy mondjuk a kórházához hozzájárulhasson. Tehát én úgy gondolom, hogy nem csak magán segít, aki ide eljön, hanem a közügyér is tesz valamit. Azon kívül ez olyan, de jó piac, tehát itt mindenki találkozik mindenkivel, mi magunk is nagyon szeretünk együtt lenni, tehát azok a kollégák, akik itt a Richter egészségvárosban dolgoznak, azok mind olyanok, akik azért szeretnek egymással is beszélgetni, úgyhogy én ezt fontosnak találom. A Richter Gedeon Enyerté 2 millió forint alapadományt ajánl fel a Pest megyei Flór Ferenc Kórház számára genetikai szűrésre alkalmas ultrahangkészülék beszerzéséhez. Hát a program sok mindenre lehetőséget nyújt, elsősorban arra, hogy a környéken élő lakosság részt vehet különböző programokon. Két irányú ilyen program féléből választhatnak. Egyrészt különböző szűrőprogramokval lesznek, másrészt pedig különböző tanácsadások és előadások, beszélgetések, amelyek mind az egészség megőrzés, az egészség védelem, a betegségek korai felismerését célozzák meg. Ezek közül tudnak maguknak találni lehetőségeket az ide látogatók. A program lehetőséget biztosít arra is, hogy nem csak az egészség megőrzés közvetlen formáival találkozhatnak itt az ide látogató polgárok, hanem lehetőséget biztosít arra is, hogy a intézmény, a Flór Ferenc Kórház támogatásban részesüljön. Ez a támogatás 2 millió forint egy összegű, illetőleg a résztvevők számától és a szűréseken megjelentek számától függően, és az, hogy hány szűrésen vesznek részt, ez az összeg növekedhet egy pontrendszer gyűjtése által, és így még több forrást biztosíthatnak a kórház számára. Ezt a bejött lehetőséget mi arra szánjuk, hogy egy új ultrahang beszerzését oldjuk meg ebből a forrásból, vagy ebből a forrásból is, mert ez még önmagában kevés lesz erre a modern ultrahangra, amelyel korai genetikai szűréseket tudunk majd végrehajtani.
A Richter egészségvárosa szeptember 17-én szombaton reggel 9 órától egésznapos programokkal, szűrővizsgálatokkal, előadásokkal és tanácsadásokkal várja az érdeklődőket Kistarcsán a Csigaház melletti téren.